Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé június 30-án. Ez a Maja naptárból van. A Maja naptár az egy ős régi naptár, és ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ezek rezgéseket jelentenek. Mi most a negyedik rezgésben vagyunk, és az tart július 4-éig. Ez alatt a rezgés alatt Ahau uralkodik, lefordítva a napot és az őseinket jelenti. A mai nap, tehát június 30-a, az egy portáltág, ahogy német nyelvű területen ezt mi hívjuk, ezt úgy tudnám lefordítani, egy égi kapu nyílik a Plejádok felé. Az abból adódik, hogy a mi naprendszerünknek is van egy mozgása, és a központi nap Alkioné. Alkioné a Plejádokhoz tartozik. A Plejádok a görög mitológia szerint Atlasznak a lányai, és ők sírnak. És miért sírnak a Plejádok? Mert az ő testvérük, egy fiú testvér, beleesett egy kútba. De nem csak a Plejádok sírnak, hanem a Hiádok is. És a Plejádok meg a Hiádok, azok alkotják az aranykaput, és az a kos és a bika jegye között van. És ha a nap, a hold vagy a bolygók itt a határon vannak a kos és a bika jegye között, akkor átkelnek ezen az aranykapun. Ez az aranykapu, meg a Plejádok és Alkioné, ez ismert a meséből, ez nem más, mint Holle anyó. Bizonyára ismeritek ti is ezt a mesét. Számunkra ez azt jelenti, hogy mi teszünk döntéseket, hogy milyen irányba tekintünk. Hiszünk a jóban és az isteni erőkben, vagy nem mi hozzuk ezt a döntést. És ezt szimbolizálja ez az aranykapu, ezt szimbolizálja ez a mese is, Holle anyó. Holle anyó nem más, mint Alkioné, ez a központi nap. És egy ilyen portáltágon, amikor egy égi kapu nyílik a Plejádok felé, Holle anyó néz ránk. És ezt a finom energiát érezzük egy ilyen napon. De ezt nem csak a Grimm meséből tudjuk, hanem a maják is tudták ezt. És ezen a napon, tehát június 30-án Lamát uralkodik. Lamát annyit jelent lefordítva, hogy csillagképek, de nyuszit is jelent, mert szimbolizálja azt is, hogy most valami megnövekszik, gyarapodik valami. Ez a Lamát energia a Vénusz bolygót szimbolizálja, és pontosan azt közli velünk, amit Vénusz bolygó is közöl. A szépséget, a harmóniát, a szerelmet, a szeretetet, de a művészetet is. És ez volt ez a felvételem a Maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!